Január 1-től a napilapot új és korszerű honlapon követhetik az olvasók. Az egyetlen vajdasági magyar napilapnak az átszervezés után jelenleg sok fiatal munkatársa van, és a jövőben is folytatódik az utánpótlás nevelése, hiszen a cél az, hogy a legjobb tudásuk szerint szolgálják az olvasókat, mondta Varjú Márta főszerkesztő. A magyar szó 72 éve jelenik meg, mellékletei is igen jelentősek. Az elmúlt 10 év a magvető sikeréről tanúskodik, tehát az olvasóink elfogadták a mellékletet. Ugyan volt már egy melléklet, Föld népe néven futott, és hát 10 évvel ezelőtt újraindult a melléklet, jövőre ünnepeljük a jubileumunkat, közel 500 szám jelent meg ebből a mellékletből. Az 59 éves fórumnyomda a napilapok mellett évente körülbelül 10 000 könyvet és 15 millió bélyeget nyomtat. A belgrádi pénzvárda mellett minőségben élen járunk, jelenleg 3 országnak nyomunk bélyegeket. Minőségi szabványaink is vannak, amely az ISO 9001-es és a 14001-es, az a környezetvédelmi szabvány. Berta Zoltán, a nyomda igazgatója elmondta, azt tervezik, hogy a nyomdát a város központjából átköltöztetik valamelyik sugárút mellé, hogy elérhetőbb legyen a piac számára. Szerinte a korszerűsítés ma már mindennapos kihívásnak számít. Az ünnepségen kiosztották a napilap évi díjait is. A Magyar Szó napilap életműdíjasa Lébhaft Pál karikaturista lett, az újságírói díjat pedig Virág Árpád vehette át. Az embernek mindig simogatja a lelkét, hogyha a kollégák szépet, jót mondanak róla, hogyha egy kollektívában azt mondják, hogy nélkülözhetetlen. Természetesen tudjuk, hogy senki sem nélkülözhetetlen, így én sem. Örvendek, hogy a lapnál ennyi évet eltöltöttem, és figyelnek a munkánkra. Úgy gondolom, hogy egy kicsit szurkálódik velem a Magyar Szó, mert amikor valakinek a saját cége ad egy elismerést, az egy üzenet arra vonatkozóan, hogy nehogy lazsáljon esetleg a jövő évbe, eszében jusson lazítani. Természetesen egy ösztönzés az arra vonatkozóan, hogy jövőre is és a továbbiakban is legalább ilyen minőséggel vagy még jobban folytassa az ember a munkát. A fórumdíjat az idén Pápista László, a rotációs részlegfőnöke érdemelte ki.